Szeretettel köszöntelek benneteket Jézus Krisztus nevében az élő víz forrása gyülekezetében. Gógrós háborúját fogjuk áttekinteni, akit a Biblia északi király titulussal lát el. Ennek a proféciának a írását Ezékiel proféta könyvének 38-39. Fejezetében találjuk meg, de ezt a proféciát, amely Góg háborújáról szól, még kiegészíti Dániel, Ézsaiás, Zakariás, Joel, Mikás, Abdiás proféta könyve, illetve a Zsoltárokból találunk verseket, majd Jézus Krisztusnak nagy apokaliptikus beszéde Máté evangélium a 24-25. Fejezetében, és a Jelenések könyve. Szóval Góg háborúja a Bibliában egy olyan komplex probléma, amit nagyon sok proféta kezel. Isten nagyon sok profétán keresztül informál bennünket erről a háborúról, és akkor ezt fogjuk most megtekinteni. Gógnak, az északi királynak a területét látjuk itt, akiről annyit tudhatunk, hogy Góg név először 1 Krónik 5. fejezetében jelenik meg Ruben utódaként, utána már csak Ezékiel proféta könyveiben találkozunk vele, illetve a Jelenések könyvében. A rózs szó jelentése pedig feje valaminek vezető, éppen ezért a Góg rózs, a rózs már tulajdon névé kristályosodott ki, és Góg a rózs tulajdonnévvel is rendelkezik. Származási helyéről a Biblia azt írja, hogy messze északról való, és ami még nagyon fontos, hogy a Kaukázus szó, az a Góg és a Kasan, vagyis erőt szavakból származik, jelentése Góg erődje. És akkor itt láthatjuk is már is a Kaukázust, a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger közötti hegyvonulat, az mint egy erőd zárja el a déli népektől Gógnak a világát. A mágógiakra kapcsolatosan Josephus Flaviustól hoztam egy idézetet, így szól, hogy Mágóg alapította a mágógiak népét, akit éppen ezért róla neveztek el, de a görögök szkítáknak hívták őket. A szkíták eredeti lakóhelye Közép-Ázsiában volt, később részben a Fekete-tenger északi partvidékére vándoroltak, és az ókori szkíták hazájának területén ma a volt Szovjetunió köztársaságai helyezkednek el. Tehát itt láthatjuk a térképen Góg földje alatti területeket kékkel jelölve, és a régi köztársaságoknak a területét. Ez mind Góg vezetése alatt fog a végidőkben megjelenni. És akkor, mivel látjuk itt azt, hogy Ukrajna is Gógnak vezetése alatt jelenik meg a végső nagy háborúban, ezért ugye most a jelenlegi ukrán-orosz háború talán érdekes lehet, hogy a végső időben mit keres Ukrajna, akit Gómer törzsként jelenít meg a Biblia, mit keres Gógnak a vezetése alatt. De ugyanakkor idehoztam Madai Endrének a Góg és Magóg fia vagyok én című versét, amely szerintem nagyon is aktuális, ránk nézve, magyarokra nézve, azt mondja Ady Endre ebben a versben, hogy Góg és Magóg fia vagyok én. Majd később azt mondja a második versszakban. Verecke híres útján jöttem én, fülembe még ős magyar darival, szabad-e dévénynél betörnem új időknek új dalaival. Vagyis, ugye Verecke az északkeleti rész, Dévény az északnyugati részen található, a régi Nagy Magyarország határainál. De azt mondja, hogy ez Góg világához tartozik, Ady Endre versében így jelenik meg. De azt viszont már történelemből tudjuk, hogy az ős magyarok valamikor pártus nemzet, pajzs nemzeteként éltek a babiloni területnél, a pártusok a magyarokat oda telepítették le, onnan vándoroltak föl, vagyis Gógnak a területén keresztül jöttünk mi, Vereckén keresztül a Kárpát-medencébe, hogy végül hová fog tartozni Magyarország, azt nem merem biztosra mondani. Van esély arra, hogy Góg táborához tartozik majd,
Románia egészen biztos, mert Lódként megjelöli a Biblia a Románia területét, hogy Gog világához fog tartozni. Tehát az orosz vezetés alatt fog majd a végső nagyháborúban megjelenni a román terület. Magyarországot nem igazán tudom behatárolni, minden esetre ez egy érdekes kérdés, de tegyük azt hozzá, hogyha nem a Gog világához tartozik, mert Gog az északi király, és a Biblia négy királyt nevez meg a végső időben, jelenleg a nyugati király, az antikrisztusi birodalomnak a része vagyunk. Tehát melyik a kisebb rossz? Az a kérdés, hogy az antikrisztus vezetése alatt levő népként élni életet, vagy pedig Gog, Isten ellen harcoló vezetése alatt élni az életet. Tegyük fel a kérdést, hogy miért Goggal van baja az Úristennek. Nos, amit én tudok erről a konfliktusról, azt fogom elmondani. Lenin sátánizmusa az ateizmus teremtette meg Oroszországban, és az ateizmus Isten elleni harcot jelent. Tehát Gog népe kivívta Isten haragját maga ellen, és Isten erre a kihívásra majd válaszol a maga haragjával annak idején, a végső időben, amikor Gog háborúja előkerül. És akkor gyorsan beszéljünk arról, hogy az antikrisztus Krisztus elleni harcot jelent. Tehát ez nagyon fontos ezt elkülöníteni, hogy az antikrisztus úgy jelenik meg, mint a Krisztus elleni harcos. Gog népe pedig úgy jelenik meg, mint a pogányok harca Isten ellen. És akkor erre segítségül hívjuk a második Zsoltárt, mert a népek haragjáról beszél a második Zsoltár, és fölteszi a kérdést, hogy miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek. És akkor jön egy válasz rá, hogy a föld királyai fölkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő fölkentje ellen, szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Azt mondja a Biblia a pogányok gondolkodásáról, ugye Isten a gondolatainkat látja, még szánkon sincs a szó, egészen érti azt. Azt mondja a Biblia pogányok gondolkodásáról, hogy a Biblia nekünk bilincs. Isten törvényei olyan kötelek, amit nem fogunk elhordozni, és le akarjuk szaggatni magunkról. Tehát Isten törvényrendszere nem szabadságnak tekinti, hanem bilincsnek, és azt mondja, hogy szabadítsuk föl magunkat, és dobjuk le magunkról a köteleket. És akkor ez megegyezik a Jelenések könyve 11-18 versével, amely szintén azt mondja, hogy megharagudtak a pogányok. Tehát a haragot a népek kezdték el Isten ellen, a népek kezdik a haragot, a háborút Isten ellen, majd pedig válaszol rögtön a Jelenések 11-18 is, hogy és eljött a te haragod és a halottak ideje. Tehát elkezdik a haragot a népek, Isten pedig az ő haragjával válaszol a maga idején, de ez nem sieteli ezt a választ. És akkor végül seregeket gyűjtenek a népek maguknak Armageddonnál, hogy harcoljanak Isten seregei ellen. De hát a második vers is azt mondta, hogy a föld királyai fölkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak. Tehát összefogás lesz a föld királyai között, ezt nagyon szépen részletezi majd a Szentírás nekünk. És akkor Ezékiel proféta könyvén keresztül, ahogy haladunk versről versre, azt mondja a második versben, a 38. fejezetben, hogy embernek fia, vesd tekinteted Gog ellen és Mágók földjén, Rós mések és Tubál fejedelme ellen. A mések területe rögtön Gognak a Kaukázus fölötti, az erőd fölötti területe a mések, alatta pedig a Tubál, vagyis Törökország területéről van szó. Tehát a végső nagyháborúban még a török országi, a törökök is csatlakoznak majd Góghoz, és azt mondja, hogy ellened megyek Góg Rós mések és Tubál fejedelme. Vagyis, hogy Góg vezetője ezeknek is. A Mágók földje népeinek is vezetője, sőt, még a Tubál fejedelmének is. És akkor láthatjuk, abban a kis fehér térségben találjuk meg Izraelt, oda fognak menni harcolni, de micsoda nagy seregek a mágógiak és a Gog világa,
oda fog menni harcolni, de nem csak ők, majd a többi király is oda fog érkezni. A népek letelepedéséről csak egy pár szót, Hérodotosztól hoztam idézetet, és Plinytől is. És akkor azt írja, hogy a médek elkezdték belakni a dél-oroszi területeket, Hérodotosz a következő képpen tesz említést az itt lakó népekről, ők azt mondják magukról, hogy a médek kolóniáját képezik. Hogy miképpen kerültek ide, azt ő nem érti. Majd Pliny azt mondja egy természettörténet című könyvében, hogy a Don folyó partjainak lakosait a médek leszármazottainak mondják, Mádaj, Mések, Tubál, valamint Rósa, Fehér oroszok együttesen alkotják meg a nagy orosz népet, amely egy Jáfetita testvér népek szövetsége. És akkor a népek letelepedését 1 Mózes 10 szerint állapítják meg a történészek is, én is akként ábrázoltam az előbb a térképen. Most Gog háborújának az idejéről beszéljünk, azért, mert jelen pillanatban is háborúzik az orosz, ugye jelen pillanatban Ukrajnában Amerika és Oroszország háborúzik. És akkor ezt valakik már Gog háborújának értelmezik. Végül is mondhatjuk, hogy Gog már háborúzik a nyugati király ellen, csak hogy a klasszikus Gog háborújában a nyugati király és Gog szövetségben vannak. Békeszövetségben. Ez nagyon fontos. Olyan békeszövetség, szent szövetség lesz a kettő között, és ők majd együtt fognak menni Isten ellen harcolni Armageddonba. De ez menet közben fog kiderülni. Mit ír Ezékiel proféta Gog háborújának idejéről? Azt mondja, hogy sok idő múlva kirendeltetel. Ez a héber gondolat, hogy beaharit, Hassánim Tabó, azt jelenti, hogy ami még hátra van idő a dánieli időkből, tehát nagyon fontos, hogy a még hátra levő idő a dánieli 70 évhétből, mert 77 szabbatot a te néped rész szentvárosodra, de abból már 69 idő betelt, és még vannak sánimok, amik nem teljesedettek be egészen pontosan egyetlen egy hét a 70-ből. És akkor ez a sok idő múlva kirendeltetel, a héberben azt üzeni nekünk, hogy a dánieli 70 évhét sok ideje után a végén rendeltetel ki, és akkor esztendők végén jössz be. Tehát a sok időnek is a végén jössz be. Ez azt jelenti, hogy az utolsó időben lesz ez a háború, amelyet a 16. versben meg is erősít. És azt mondja, az utolsó időben lészen ez. Az utolsó idő megint egy lefoglalt hely a Szentírásban, ami a 70 évhétnek az utolsó egy hete. Mert a 69 betelt, van még egy be nem töltött év, és akkor Gog háborúja akkor, de annak is a végén. Vagyis az utolsó 7 évnek a végén lesz Gognak a háborúja, és akkor ezt fogjuk szépen most megtekinteni. Az utolsó évhetet látjuk. Az utolsó évhéten, mindenki tudja, hogy az Antikrisztus uralkodik az első felében, mint egy titkos uralkodás, rejtett uralkodás, második felében nyilvános uralkodása van neki, de a második fele Dániel szerint 1290 napig tart, az Antikrisztus pedig csak 1260 napig uralkodhat nyilvánosan. Éppen ezért itt mintegy 30 nappal több időt találunk a nagy nyomorúságban. És ennek az első feléről Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédében úgy beszél, mint a háborúknak az időszakáról, hogy hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Mindezeknek meg kell lenniük, ez isteni szükségszerűséget fejez ki. Tehát az utolsó 7 év első felében Isten szükségesnek látja a háborúkat, szükségszerű, hogy legyenek háborúk, de ez még nem a vég. És akkor egészen az utolsó évhét első feléig háborúskodás van, de az Antikrisztus egy héten, ez alatt a 7 év alatt szövetségeket erősít meg. Tehát végig
Itt nem csak az első időben van szövetségkötési szakasz, hanem a második időszakban is szövetségkötési időszak van, ezt látni fogjuk majd, hogyan beszél erről a Biblia. De a hét felén véget vet a véres áldozatnak, ételáldozatnak és útállatosságok szárnyán pusztít. Tehát a hét felén elvétetik a mindennapi áldozat és a pusztító útállatosság föltétetik. Eddig tartott az Antikrisztusnak a rejtett, a nem nyilvános, mint egy titkos működése. És akkor itt azt láthatjuk, hogy ebben a titkos működésben ő nagyon törekszik a békekötésre, és amikor azt mondják majd, hogy béke és biztonság, akkor hirtelen veszedelem, pusztulás jön az emberekre, és ezt erősíti meg, a kettőt teszek a 2-3 is, hogy megjelenik a bűnembere a veszedelemnek a fia, aki pusztít, pusztulást hoz, útállatosságok szárnyán pusztít. Vagyis a Jézus Krisztus által isteni szükségszerűségnek nevezett háborúskodási időszakban ő létrehoz egy béke és biztonsági megállapodást a királyok és a népek között a hét felén. Ott lesz egy béke és biztonság, de akkor hirtelen jön a veszedelem. A veszedelem pedig nem más, mint az Antikrisztus pusztítása, mint pusztító, és majd látjuk, hogy micsoda pusztító fejedelemség van emögött, Apollója, tulajdonképpen a görög mitológiában az Apollón, a pusztítás istene ként jelenik meg, és a görög szöveg is, ugye az Apollója névvel írja nekünk a veszedelmet le, tehát mint egy pusztító, mint a pusztítás istenének a fia, vagy fejedelmének, ördögi fejedelmének a fia, vagy a hűosztész Apollaiasz, azt jelenti, hogy a fia annak a pusztítónak, akit a görög mitológia istennek nevez, de a Szentírás lázadó fejedelemként a pusztítás démonaként jeleníti meg. És az Antikrisztusról majd azt mondja, hogy beül, mint Isten az Isten templomába, hogy Isten gyanánt mutogassa magát, ekkor a hétnek a felén történik meg ez az esemény, és akkor innentől kezdve nézzük meg, hogy miután az Antikrisztus beül a templomba, és a békekötés létrejön, mondjuk úgy, hogy hamis béke, és az a béke, amelynek a vége az lesz, hogy a föld királyait összegyűjtik Isten ellen való harcra, Armageddonnál, hogy hogyan is néz ki, hogyan készülnek a királyok erre a harcra, és hogyan készül Isten erre a harcra. Ez nagyon fontos, hogy Armageddon a végső nagy háború, az utolsó nagy háború. Úgy is lehetne nevezni, hogyha a Máté 24 szerinti szükségszerűséges háborúkat mondjuk harmadik világháborúként tekintjük, akkor ez a negyedik világháború lesz. Mert a föld minden királya összefog majd, szövetségben lesznek minden király, és akkor fölmennek Izraelbe, Armageddonba, mert ott meg megjelenik az Úrnak a serege. És akkor most ezt a hetet nézzük meg, hogy Isten hogyan készül erre a háborúra, illetve is az emberek is hogyan készülnek. Tehát a hétnek második felén egy rövid idő múlva Jézus Krisztus megjelenik a nagynyomorúságban megrövidítettnek a szentek számára a nagynyomorúság napjai. Jézus Krisztus megjelenik, és megtörténik az elragadtatás, de elhozza magával a haragot, és elkezdődik a haragnak az ideje. És ez pontosan 1260 nap. Tehát az Antikrisztus 1260 napja az Úr haragjának a napjával azonos idő. Végül is Isten haragja megszemélyesítődik az Antikrisztusban ebben az időben. És akkor ebben az 1260 napban ezeket az eseményeket találjuk, hogy a szent helyet tapossák 42 hónapig. A szent hely taposásának 42 hónapja viszont igenis azonos a templom taposában, azt mondja, pitvart hagy ki. Tehát a templom megépítéséről beszél a 11. fejezetben, de a pitvart hagy ki, mert a pogányok tapossák azt 42 hónapig. És a két tanú bizonyság is 1260 napig munkálkodik, és végig szárosság van ebben az időben a földön.
Ez egy fontos momentum arra nézve, hogy miközben tűzháború van a Földön, és sok tűz, kozmikus tűz érkezik, nincsen eső a Földön. Hogy milyen lesz az emberek komfortérzete majd abban az időben. És akkor az asszony táplálása ebben az időben szintén 1260 napig, a 144 ezerről van szó, és a fenevadnak ez a 42 hónapos nyilvános ideje. Eközben a bárány mennyegzője van odafönt. És miután a hatodik pecsétet felnyitotta, és akkor ezzel írja le a jelenések könyve hatodik fejezete Jézus Krisztus megjelenéseit. És itt már Isten készül a Gog háborújára. És akkor ezt meg fogjuk tekinteni, hogy hogyan készül Isten erre a háborúra. Azt mondja, hogy amikor felnyitotta a hatodik pecsétet, nagy földindulás, a nap feketévé, mint a szörzsák, a hold egészen olyan, mint a vér. Az apostolok cselekedete is Jóel ír erről a véres hold napfogyatkozásról, hogy Jóel mondja, a nap sötétségé válik, a hold pedig véré, minek előtt eljön az Úrnak rettenetes, félelmetes napja. Tehát Jóel az Úr félelmetes napjáról beszél, arról az 1260 napról, amelyben borzalmak érintik, csapások az embereket, de Péter a pünkösdi beszédében meg ezt kicsit változtatja Jézus Krisztus megérkezésére, és azt mondja, a nap sötétségé változik, és a hold véré, minek előtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. Tehát itt Jézus Krisztus, mert ugye ez a epifánész, ez Jézus Krisztusnak a megjelenéséről szól. Az epifánész azt jelenti, hogy Jézus Krisztus láthatóan megérkezett, megérkezik. Tehát Péter a pünkösdi beszédében Jóelre hivatkozik, a Jóeli proféciára hivatkozik, de még Jóel az egész 42 hónapról beszél, Péter csak Jézus Krisztus megérkezéséről beszél. És ugyanarról a jelenségről, hogy a nap sötétsége, hold vérré válik. De az Úr megjelenése előtt, tehát ennek az eseménynek kell történni, mielőtt az Úr megjelenik, tehát közvetlenül előtte, és akkor ezt a Jóeli szabályt láthatjuk tulajdonképpen ebben a kis ábrában, hogy a Nisszán 1 és a zsidó húsvét a Jóeli szabálynak a része, amelyről egy előadást már tartottam egyszer, és az Úr megjelenése fényes napja, pedig a Rosh Hasana a kürzengés ünnepén kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül Jézus Krisztus megjelenése a kürzengés ünnep előtt lenni kell véres holdnak abban az évben. És napfogyatkozásnak, és ilyen szabály szerint, hogy Nisszán egy zsidó húsvétkor, ugye ennek a mondani valója abban az előadásban, a Jel az égen című előadásban már elhangzott. De ez ugye a trombitálással kapcsolatos 1 Korintus 15:52-ben is elhangzik, hogy akkor trombita fog szólni. És a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát a trombita zengés menjen földön hangzik, mert sófát fújni kell a körzengés ünnepén, amely két napos, éppen ezért nem lehet tudni, hogy melyik napon érkezik meg az Úr, mert hogyha nem két napos volna, akkor tudnánk a napját. De ez az ünnep, ez egy ilyen. Pontosan azért, mert ha az égbolt felhős, nem lehet látni, följött az új hold, és akkor nem lehet eldönteni, hogy kezdődhet-e a körzengés ünnepe. Ezért rakták ezt két naposra, ezt az ünnepet. Nos, ezzel kapcsolatban, ugye elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, tehát Jézus Krisztus megzendül, az ő szava trombita-szerű hang. És akkor nézzük ennek a hatodik fejezetnek a folytatását. És az ég csillagai a földre hullanak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Egy valamit tudomásul kell venni, hogy a Jézus Krisztus visszaérkezése Isten megérkezését jelenti,
amely hatással van az égre és a földre, és a csillagokra. Tehát azt mondtam, Jézus Krisztus készül a háborúra, az armagedoni háborúra, vagy Isten. És itt azt látjuk, hogy az ég csillagai a földre hullanak. Tehát, amikor a Jelez égben című előadásnak a harmadik anyagát bemutattam, ott a Nibiru jelenséget is bemutattam, ami azt jelenti, hogy az takarít, mert az olyan aszteroid csóvát húz maga után, amely mindent letakarít az égről. Tehát az ég csillagai alatt nem a napszerű csillag objektumok földre hullásáról van szó, mert annak ugye nincs értelme. Hanem csillaghullás jelenségről van szó, és a föld fölött keringő szatellitek letakarításáról van szó. Minden, ami ember alkotása, itt letakarítódik az égről, és hogy mitől? Azt mondja Abdiás 1.4, ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha csillagok közzé raknál is a fészkedet, onnan is levonnálak. Ezt mondja az Úr. Tehát költözködhet az ember fölfele, építgethet fölfele, de az Úristen azt mondja, hogy le foglak vonni, onnan lehozlak onnan. És Jézus Krisztus megérkezésekor olyan jelenségek vannak az égen, amely letakarít mindent onnét. És akkor, mivel az égen lévő szateliteknek a lényeg az, hogy a Földön lévő kommunikációt működtesse. Enélkül ez a mesterséges intelligencia korszaka nem működne. Isten ezt le fogja zárni. Tehát épp, hogy elkezdődik ez a mesterséges intelligencia építése, épp, hogy a kommunikációs kibertér megnyílik, amely tulajdonképpen már most nyitva van, Isten ezt le fogja zárni. Mert ha a szatellitek lejönnek a Föld fölötti égről, akkor itt teljes sötétség lesz. El lehet hajintani a mobiltelefonokat. Mindenféle kommunikációs csatorna megszűnik. Nincsenek navigációk. A háborúskodó tűzfegyverek ma már úgy vannak megépítve, hogy enélkül nem találják meg a célt. Hát GPS koordinátákra repülnek rá ezek a rakéták pontosan. Ezeknek meg lehet adni telefonszámot, meg lehet adni házszámot, és oda repülnek, de ahhoz kellenek ezek a szatellitek az égen. Kellenek, hogy ezek úgy működjenek, ahogy az ember elgondolta, de ezt az emberi elgondolást itt Isten teljes mértékig el fogja takarítani, és le fogja söpörni. Szóval, gyerekek, vége a játéknak, a kiberjátéknak, vége a telefon meg a videójátékoknak, ha Jézus Krisztus visszajön. Megszűnnek működni olyan gyárok és olyan fegyverek, amelyek ráadásul ott az első sorban olvastak, nagy földindulás lesz, és a földindulásról még sokat beszél majd az ige, hogy teljesen minden, ami nehéz fajsúlyú, egy ilyen föld megrázásakor, mert később azt írja, olyan földregény, amilyen még nem volt soha, ezek behullanak, mert megnyitja a föld a száját, számtalan helyen. És ezek behullanak a nehéz fajsúlyak, mint amikor rázóasztalon megrázzák az anyagot, hogy fajsúly szerinti osztályozás történjen, a nehéz fajsúlyú mindig alóra kerül, a könnyű fajsúly marad fönt. És akkor ugye erről beszéltem, erről a Nibiru témáról, ebben hangzik el az a bizonyos gondolat, hogy ha egy extrém pályán mozgó bolygó beérkezik, már pedig sok ilyen van, most már a csillagászok nagyon sok ilyen extrém pályán mozgó bolygót, naprendszeri bolygót azonosítottak, és amikor ezek beérkeznek, akkor itt mindig valami érdekes jelenség történik. Mégpedig az, hogy az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. Figyeljük ezt az igéverset meg.
földmozgás, földrengés, csillaghullás, az ég eltakarodik. Hát ilyet még nem látott ember. Minden hegy és sziget a helyéből elmozdítatik. Azt mondja a Biblia, minden hegy és sziget a helyéből elmozdítatik. Itt egy olyan gravitációs esemény történik Jézus Krisztus megérkezésekor, ami mondjuk lehet egy extrém pályán mozgó bolygó egyidejű ideérkezése is egyben Jézus Krisztus megérkezésekor, amely a földre, a föld életére ilyen hatással lesz, elmozdítja a hegyeket és a szigeteket a helyéről, és akkor olvashatjuk tovább, hogy a földek fejedelmei, gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga, minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, a hegyeknek kősziklájba. Ez egy ilyen esemény. Soha még ilyen a földön nem volt, hogy így rejtőztek volna emberek. És akkor azt mondják, hogy esetek mi ránk, és rejtsetek el, mert eljött a bárány haragja. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, amit a Róma 1.18-ban meg is erősít nekünk Isten ége, azt mondja, mert nyilván van az Isten haragja a mennyből, az égből. Tehát Isten haragja az égből érkezik. Tehát a haragnak a napja, ami 1260 napig tart, az egy olyan esemény, amely az égen keresztül érkező objektumokon keresztül valósul meg, amely miatt a föld meg lesz rázva, az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, a csillagok lehullanak, csillagok, még egyszer mondom, hogy ezek az emberek által fölhelyezett objektumok lehullanak az égről, és azt mondja Róma 1.8. Mert nyilván van, hogy ez az apokalipto szóval kifejezve, vagyis, hogy láthatóvá válik. Az Isten haragja az egy érthetetlen, láthatatlan, megfoghatatlan dolog, egészen addig még meg nem történik, akkor fogja mindenki látni, hogy az Isten haragja rettenetes harag. És az emberek elkezdenek, itt a legutolsó versben olvassuk, hogy elkezdenek a kövekhez imádkozni, hogy essetek már ránk, rejtsetek el minket a bárány haragjától. Tehát ez egy ilyen esemény. Jézus Krisztus megérkezése az eklézsia elragadásával jár, mert a harag elől elviszi a vőlegény a mennyasszonyt, mert nem haragra rendelt minket Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk az Úr Jézus Krisztus nev által. Az eklézsiát viszi, itt pedig itt marad a borzalom és a rettenetes pusztulás, pusztítás. És akkor ezek után jön a hetedik pecsét fölnyitása, és még mindig arról beszélünk, hogy hogyan készül Isten erre a háborúra, és majd látni fogjuk, hogy az emberek is hogyan készülnek a Gog háborújára. Tehát eljött az Isten haragja, és mikor a hetedik pecsétet felnyitotta, nagy csendesség, aztán a hét angyalnak kiosztják a trombitát, aztán ezen az eseményen levetik az oltárnak a tüzét a földre, és akkor itt mennydörgésekben, szózatok és villámlásokban nyilvánul ez meg. És akkor ilyen az első trombita szó és az első haragpohár kitöltése. Az első trombita szónál azt mondja, hogy a földön jégeső, tűz vérrel elegy, vetteték a földre, földnek harmad része megég, az élőfák harmad része megég, minden zöldelőfű megég. Tehát rögtön az első csapásnál nagy tűz a földön, tehát alig, hogy Jézus Krisztus megérkezett és elvitte a mennyasszonyt, elkezdődött a haragnak az ideje, az első csapásnál nagy tűz, de a próféta János apostol ezt a trombita szó csapásokat fönt a mennyben látja. Tehát ez egy mennyei nézet, mert János fölragadtatik és föntről látja a trombitákat. De amikor a haragpoharakat írja nekünk, akkor János a földi nézetét írja le ugyanannak a csapásnak. Éppen ezért fönt mindig a mennyei nézetet mutatom be a trombitákkal, alul mindig majd a haragpoharakat mutatom be, és itt az első haragpohárnál mit látunk, hogy gonosz és ártalmas fekély támad azokon, akiken rajta van a fenevad bélyege. Rögtön az első csapásnál, ugye arról volt szó,
valamelyik előadásban, Fenevad bélyege című előadásban, hogy az emberek a fenevad imádata miatt fölveszik ezt a bélyeget. De hát ez az egész imádat egy rövid idejű. Ugye Jézus Krisztus megjelenésénél ugye le van takarítva az égről mindenféle kommunikációs műhold, amely szükséges volna ahhoz, hogy ezek működjenek. Tehát rögtön a fenevad bélyege semmit nem ér. Ez nagyon rövid idejű, nagyon rövid életű. Tehát nincs áldásról nem beszélhetünk, ez csak átok. Tehát minden, ami a fenevadhoz köthető, az mind átok. Éppen ezért a fenevad imádata az egy átok esemény lesz azokon, akik felveszik a fenevad bélyeget. De nagyon rövid életű lesz. Most tessék elképzelni, hogy mi hozzászoktunk ahhoz, hogy mindenkivel mindig kommunikálunk a világ végén is. Na, ez megszűnik. Innentől ez nincs az, hogy a feleség betelefonál a hátsó szobába a férjének, és elmond valamit, ennek vége, át kell menni oda majd, hogy elmondhassa. Tehát, bocsánat. A második trombita szónál azt mondja, hogy egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérölőn. Akár egy égő aszteroid esik, akár egy vulkán robbanás történik, amely miatt a tengernek harmad része véré lesz, és azt olvashatjuk a földi vetületében, nézetében a proféta által mondott gondolatnak, hogy a tengerbe érkezik a csapás, amelynek olyan lett a tenger, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. Tulajdonképpen ugyanazt mondja el itt is, mint a mennyei nézetben. Harmadik csapásnál, mikor trombitál a harmadik angyal, leesik az égről egy nagy csillag égve, mint egy fákja, és esik a vizeknek harmad részére, és a vizek forrásaira, csillag neve üröm, változik azért folyóvizek harmad része ürömmé, keserűvé, sok ember meghalla a vizektől, mivel hogy keserűkké lettek. Itt már teljesen világos, hogy az égről esik le egy nagy csillag égve, mint egy fákja. Ez egy aszteroid találkozása a Földdel. Ez egy ilyen esemény. Ha esetleg még maradt volna fönt az égen valami szatellit, emberi alkotás, ez biztos a törmelékeivel együtt lehozná. Mint amikor sörétes puskával verébrelő az ember, biztos, hogy egyik találni fog. Tehát nézzük meg a földi veteletét. Amikor a harmadik angyal kitölti a poharát a folyóvizekre, a vizek forrásaiba, az véré lett. Tehát Isten föntről elkezdi a csapásokkal az emberiséget úgy sújtani, hogy közben a természetet alakítja. Ez nagyon fontos, hogy a természetet elkezdi átalakítani. De ez a jelenlegi ember számára csapás, de akik majd az ezer évben élnek, azok számára megáldás lesz. Ez nagyon érdekes, ahogy itt alakítja Isten a természetet. Negyedik csapás. Megvereték a napnak harmad része, holdnak harmad része, csillagok harmad része, hogy azok ne fénylegyenek se nappal, se éjszaka. A földi látomás negyedik angyal kitölti a poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. Tikkassza tűzzel. Ugye az előző csapások is már az embereket rendesen megkínozzák, de itt tikkassza az embereket tűzzel ebben a csapásban. Az ötödik csapásnál, az ötödik trombita szónál viszont egy nagyon érdekes dolog történik. Leesik az égről egy csillag égve. Az ötödik angyal trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa, hogy egy personifikálva van a csillag. Ez azt jelenti, hogy egy angyali fejedelemség érkezik le, akit a végén megnevez, hogy kienged a mélységből olyan seregeket, akinek a vezetője ez a bizonyos Apollion, vagyis vesztő, ugye erről beszéltünk az Antikrisztusnak a minősítésénél is. És akkor ez a mennyei fejedelem megkap egy kulcsot, amely Jézus Krisztus kezében van, ugye az első fejezetből tudjuk, hogy pokol, halál, minden kulcs az ő kezében van, kap egy kulcsot, amivel megnyithatja a mélységet, és a mélységből sáskák jönnek föl, és ezeknek a sáskáknak megvan mondva,
hogy senkit sem bánthatnak, csak azokat, akiknek a homlokán nincs az élő Isten pecsétje. Vagyis az élő Isten pecsétje csak 144 ezer fiatalon van. Mindenki mást bánthatnak. Mindenki mást. Csak a 144 ezeret nem bánthatják, és a földön élő minden embert bánthatják. És akkor tegyük fel gyorsan azt a kérdést. Mikor van a megtérés ideje? Akkor vagy most? Lehet-e biztatni arra magunkat, vagy vigasztalni magunkat, hogy nem baj, ha nem tér meg most a rokonom, testvérem, szülőm, akárkim, majd megtér, akkor ott. Nincs kegyelem. Tehát Isten haragjának napja a kegyelem bezárulásával azonos, és borzasztó kínzásokkal, csapásokkal, mert ezek a skorpiószerű lények, amelyek sáskáknak formája hasonló a viadalra felkészített lavasokhoz, fejükön aranykoronák vannak, hajuk olyan, mint az asszonyhaja, fogaik olyanok, mint az oroszlánoké, olyan mellvértjeik vannak, vasmellvértek, szárnyaik zúgása, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, skorpióhoz hasonló farkuk van, és abban van az ő fullánkjuk. Tehát kínozni fogják 5 hónapig az embereket. Ennek a jóeli látomásban így néz ki a pontosítása. Leírja Jóel ebben a prófétában az Úrnak seregét, mert itt kimondjám, hogy ez a sereg nem más, mint az Úrnak serege, amely sereget a vesztő vezet, ugye ez az egész sereg a mélységből jön föl, a vezetőjük a vesztő, Apollyon a neve. És akkor leírja, hogy hogy is néz ki nagy és hatalmas nép, amely nem volt öröktől fogva, és nem is lesz többé, előtte tűzemész, utána lánglobog, előtte föld olyan, mint az édenkertje, utána pedig kietlen pusztaság, meg sem menekülhet tőle semmi. Amilyen a lovak alakja, olyan annak alakja, és száguldoznak, mint a lovasok. És akkor neki rohannak a fegyvernek, nem esik sebb rajtuk, tehát látni lehet, hogy ez egy misztikus sereg. Ez nem egy olyan hadsereg, amelyet mi ismerünk a földön kiképzett katonák által, hogy ez egy sérthetetlen, emberek által elérhetetlen, sérthetetlen sereg, és ezek kínozni fognak mindenkit. Nos, Istennek ez az egyik serege, amely megérkezik a földre, és akkor ennek a földi vetülete, földi látomásszerű vetülete, hogy igen, az 5. angyal kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és az ő országa sötét, és rágják a nyelvüket a kín miatt. Ugye azáltal, hogy Isten letakarít az égről mindent, ami a mi számunkra a világosságot, vagy az emberek számára világosságot biztosítja, mert a kommunikációnak az elérése egyfajta szellemi világossággal azonos. Az más kérdés, hogy ebben nagyon sok a sötétítés. De ez mind eltűnik, és sötét lesz a fenevad királyi széke, de ez a misztikus sereg kínozza azokat az embereket, akik ebben az antikrisztusi időben a földön vannak. És itt nincs olyan, hogy ja, majd akkor megtér. Mert Isten igéje kimondja, hogy és nem térnek meg az emberek. És ezt többször megismétli a Jelenések könyvében, hogy és nem térnek meg az emberek. És káromlák a mennyistenének a nevét. A kín miatt. És elérkeztünk a Gók háborújának helyéhez, idejéhez, amely a 7 évnek az utolsó idejében történik, amelyről a 6. angyal trombitájánál és a 6. haragpohárnál olvashatunk, hogy 6. angyal trombitált, hallék egy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a 6. angyalnál, akinél a trombita van. Tehát akkor nevezzük meg, hogy kinek a szózata ez, mert az Isten előtt levő oltáron Jézus Krisztus foglal helyet. Tehát Jézus Krisztus szól a 6. trombitát tartó angyalnak, hogy oldja el azt a 4 angyalt, aki az Eufrátesznél van.
eloldaték azért a négy angyal, aki el van készítve órára, napra és hónapra, esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részeit. És a lovas seregek száma 2000-szer 10000, ez 200 millió. Van négy angyal, aki vezeti Istennek a seregét, ez el van készítve napra, órára, percre pontosan, és az 200 milliós lovas sereget vezet. És ennek a lovas seregnek a leírásával is foglalkozik a Szentírás, azt majd mindjárt megtekintjük. Tehát a hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Jön egy Isten által rendelt mennyei sereg, 200 milliós sereg, és az Eufrátesz kiszárításával pedig út készítetik a napkeletről jövő királyoknak, és akkor az emberi szervezkedésről ír, hogy és láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik nagy jeleket tesznek, akik elmennek a földnek egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Egybegyűjték azért őket a helyre, amely zsidóul Armageddonnak neveztetik. Az Antikrisztus hamis proféta is a sárkány, tehát a sátán, három békához hasonlítja a Szentírás tisztátalan szemét, elküld a földnek minden királyához, hogy gyűjtsék egybe a népeket. Ne felejtsük el, hogy az Antikrisztus idejében egy békeszövetség már köttetett a hétnek a felén. Most ebben a békeszövetségben minden királyt az Antikrisztus hoz fel Armageddon felé. De az Antikrisztusról azt olvastuk ott a hét felén, hogy beült a templomba, tehát ő már seregével együtt Izraelben van, és bent ül a templomba. Tehát az Antikrisztus elfoglalta a helyét Izraelben, a templomban. Gyűjti a seregeket, a föld minden királyához elmennek, hogy egybegyűjtsék őket a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. A föld minden hadakozó népe szövetségben lesz, és az Antikrisztus oldalán Gog is megy föl erre a viadalra, mert Isten ellen fognak hadakozni. Tehát az ember az képes haragot tartani mindenkivel, képes háborozni mindenkivel, de ha Isten ellen kell háborúzni, akkor az ördöggel is összefog. Tehát ilyen az ember, hogy ha Isten ellen kell háborúzni, akkor az ellenségével is összefog. És akkor Isten lovas seregét írja le, jó jelenések 9:17-21, hogy is néz ki Istennek a lovas hadserege Armageddonnál. És akkor így látám a lovakat látásban, és rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkémből való melvértjeik valának. A lovak feje olyan, mint az oroszlánok feje, szájukból tűz, füst, kénkőjő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmad része. Tehát az emberek ellen hadakozó Isten seregéről van szó. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert farkaik a kígyókhoz hasonlóak, amelyiknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik nem öletnek meg egy csapásokkal, nem térnek meg az ő kezeik csinálmányától. Tehát nincs megtérés. Tehát ugyanúgy fognak viselkedni az emberek, mint előtte. Hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érckő fabálványokat, amelyek nem látnak, sem nek hallanak, sem nek járnak. És nem térnek meg, mondja a 21. versben. Semmiféle bűnükből. Tehát a haragnapja jelenések 10. fejezetében olvashatjuk, hogy egy angyal, aki földre és a tengerre veti a lábát, megesküszik, hogy idő többé, ugye az idő a kegyelem szinonimája, kegyelem többé nem lészen.
Tehát ebben az időszakban nincs kegyelem. Tehát akinek vannak szerettei, akik nincsenek megtérve, most mondják meg nekik, hogy nem sokára vége a kegyelmi időszaknak, kegyelmi korszaknak, a kegyelem bezárul, és hogyha a kegyelem elvonatik, eltávozik, a helyén kegyetlenség marad, tehát ezt most kell valahogy megértetni az emberekkel. Nincs olyan, hogy hát akkor majd, amikor már látom, hogy tényleg, ja, ott fordult be az Antikrisztus a sarkon, tényleg valóság az, akkor majd megtérek. Tehát ezt el lehet felejteni. Majd Jóel mondja az 1-6 versében, hogy egy nép jött föl az én földemre, erős és megszámlálhatatlan, fogai, mint az oroszlánok fogai, és agyara, mint a nőstény oroszláné. Tehát leírja Istennek a hadakozó seregét, és akkor most még egyszer a második Zsoltárra fölhívom a figyelmet, ahol megmondta a Zsoltárban a profécia, hogy le akarják szaggatni a bilincsüket, köteleket, ezért felkerekednek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Gog, az Isten elleni harcos, megy Armageddonba. Az Antikrisztus, a Krisztus elleni harcos már ott van Izraelben és ott ül a templomban. És akkor még egyszer a Jelenések 11-18, hogy megharagudtak a pogányok, a haragot ők kezdték, és akkor itt van az az idő, amikor eljött Istennek a haragja, és halottak ideje. És akkor ezt a háborút ugye megcímeztem a negyedik világháborúnak, és ezzel kapcsolatosan egy Einstein idézetet hoztam ide, ami így szól. Azt mondja Albert Einstein, hogy azt nem tudom, hogy a harmadik világháborút milyen fegyverekkel fogják vívni, de a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel. Azt láttuk eddig is, hogy Isten már mindent letakarított az égről, és olyan földmozgásokat végzett, minden hegy és sziget elmozdítatott, tehát itt azt el kell felejteni, hogy vannak még villamos távvezetékek, meg vannak olyan gyárak, amelyek fegyvereket gyártanak, vagy esetleg a hadakozó fegyverek még a föld felszínén vannak. Egyébként is azok már vakok, mert nem látnak. Tehát azokkal már nem lehet lövődözni, mert nincs, ami rávezesse őket a célra. Tehát itt a idézetnek, a forrásnak a helye. És akkor ugye az Albert Einstein idézet, hogy nem tudja, hogy a harmadikat milyen fegyverrel vívják. Hát azt látjuk, hogy ebben a háborúban, ami most van Ukrajnában, ebben az egyik legerősebb fegyver nem a kommunikáció. Itt egy kommunikációs háború is zajlik, gazdasági háború is zajlik. Ezek mind fegyvertípusok, mind harcászatra alkalmas fegyvertípusok, az mellett, hogy tűzfegyverek is vannak. De mire elérkezünk erre a helyszínre, ha az emberek nem is takarítják el a fegyvereket, Isten eltakarítja őket a föld felszínéről, teljes mértékig, meg a gyárakat is, amelyek ezeket gyártják. És akkor a 38. fejezet 3. versében olvashatjuk, ezt mondja az Úristen, ellened megyek, Gog, Rós, Mések, Tubál fejedelme, elcsalogatlak, vagyis megfordítalak. Itt a helyes fordítás az volna, hogy és megfordítalak, és horogokat vetek a szádba, mert Gog rossz helyre ment. Rossz helyre fog menni. Nem oda megy, ahova kellene. Armageddonba kellene menni, de nem oda megy. Éppen ezért Gogot vissza kell fordítani. Abból a helyszínből, és akkor azt mondja, horogokat vetek szádba, és kivezetlek téged, egész seregeket, lovakat, lovagokat, akik mind teljes fegyverzetbe öltözöl, nagy sokosságot, nagy és kis pajzsal, fegyvert viselők mindannyian. És ha megnézzük, ebben a háborúban, amelyben Isten befordítja Gogot Armageddon felé, milyen hadviseléssel érkezik Gog? Lovakkal, akkor kis és nagy pajzsal, olyan fegyverekkel, amely több száz évre visszaveti a fegyverkezési szokását az embernek. Nézzük Gog visszafordítását. Dániel próféta könyvében értjük meg, hogy miért kell Gognak megfordulni, és akkor Dániel proféciájában azt olvashatjuk, itt egyébként láthatjuk a keleti királyok szövetségét, északi király területét, nyugati király, ami most a NATO alatt van szövetségben, meg a déli
iszlám államok katonai szövetségét. És akkor azt mondja Dániel 11.40, hogy a vég idején összetűz vele a déli király, és mint forgószél úgy megy rá az északi király szekerekkel. Tehát konfliktus van az északi és a déli király között. A déli király valamit beszól az északi királynak, és az mint forgószél úgy megy rá lovakkal, sok hajóval, betör az országba, előzönli és végigjárja azokat lovakkal. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt már nem olyan gépkocsik, nem olyan harci járművek működnek, amiket mi megszoktunk. És akkor bemegy a dicsőföldre, sokan elesnek, megszabadulnak az ő kezeiből. Edom, Moám és az Ammon fiainak szíve is java. Ugye az Edomról csak annyit kell megemlítenem itt, hogy az Edom területén van Petra. Petra pedig a pusztában levő olyan hely, amely alkalmas arra, hogy embereket rejtsenek el egy borzalmas pusztító háború elől. Tehát ura lesz Egyiptom arany ezüst kincseinek, mondja Dániel a 43. versben. Minden drágalatos javainak, líbiaiak Szerecsenek lesznek az ő kíséretében. Tehát Líbia és Szerecsen a déli iszlám szövetségből belép, vagy társa lesz az Gógnak, az északi királynak. És részt vesznek Egyiptom kifosztásában. De megriasztják őt a napkeletről és északra való hírek, és kivonul nagy harakkal, hogy elveszessen és megöljön sokakat. Gók földjén valami baj történik. Értesül róla, meg arról is, hogy a keleti királyok jönnek be Armageddonba, és akkor Egyiptomból visszafordul. Tehát azt olvastuk, hogy visszafordítalak téged, Armageddonba kellett volna menni, de Egyiptomba ment rabolni, onnan visszafordítja az Úr, és hazafelé úton Izraelen keresztül kell menni, és azt mondja a 45. versben, hogy és felvonja az ő sátor palotáját a tengerek és a dicső szenthegy között. A tengerek és a dicső szenthegy között van az a pont, ahol a Megiddó térsége, a Jósafát völgye található, és akkor ugye a Megiddó, Kármelhegy, Táborhegy közötti térségben van Izraelnek az a terület, amely ilyen lovas seregek számára harcra alkalmas terület, és akkor itt lesz a vége a Gók seregének, és akkor ezt olvashatjuk róla, hogy perzsák Szerecsenek, líbiaik vannak velük, mindnyájan pajzsal és sisakkal, tehát továbbra is azt erősíti a Szentírás, hogy régi-régi hagyományos fegyverzettel vonulnak föl. És akkor itt Jeruzsálemről még ír, Ésaiás 29, hogy Jeruzsálemet körülzárja táborral, bezárja tornyokkal, erősségeket állít ellene. És akkor vele van továbbá Gómer, ugye Gómer az az Ukrajnát jelenti, minden serege, Tógalmaháza, Törökország, messze északról minden seregével, sok nép van veled. Akkor történik ez az armageddoni ütközet, amikor nincs a népek között háború, tehát antikrisztusi béke van a földön. Nincs a népek közötti háború, és Izraelről írja, hogy akkor jön be Gog esztendők végén, amely már fegyverektől megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izrael hegyeibe. Tehát egy antikrisztusi béke idejében történik ez a háború, de a föld királyai Isten ellen hadakozni mennek Armageddonba. És akkor feljössz, bemész, mint a szélvész leszel, mint a fellek, hogy bebarítsd a földet, te is minden sereged, és sok nép veled. Így szól az Úristen, és lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot. Vagyis Gog fölmegy Isten elleni háborúskodásra, ugye visszafordítja Isten őt egyiptomi kalandjából, és akkor Gognak állandóan másolni jár az esze, gonosz gondolatok támadnak a szívében,
és akkor ebben a háborúban ő egészen furcsán fog majd viselkedni, és azt mondja, hogy felmegyek a nyílt földre. Vagyis az előbb azt olvastuk, hogy Izraelről, hogy békességben már megnyugodott a fegyverektől. Itt pedig azt mondja, hogy felmegyek a nyílt földre. Itt a nyílt föld ebben az ige szakaszban azt jelenti, hogy Izrael kőfal kerítések nélkül van, le van bontva, ugye most Izraelbe nehéz bemenni, meg nehéz kijönni. Tehát aki járt Izraelbe, az tudja, hogy nem egyszerű, ott igenis vannak kőfalak és kerítések és kapuk. De az antikrisztusi békében olyan nyílt országgá válik Izrael, mint amit most ismerünk a schengeni országokról. Most gondolok egyet, és mehetek Európán végig, ahol a schengeni megállapodás szerint nyitottak a földek, nyitottak a kapuk. Izrael ilyenné fog válni az antikrisztus időben. És Góg azt mondja, hogy felmegyek erre, jövök azokra, akik nyugalomban vannak, s bátorságban laknak, kik laknak mindnyájan kőfal kerítés nélkül. Sem záruk, sem kapujuk nincsen nekik. Azért megy, hogy prédát prédáljon, hogy fordítsa kezét a már népes pusztaságok ellen, amely pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot, gazdagságot szerez, lakozik a földnek köldökén. Mit olvastunk az előbb, hogy Gógnak a szívében gonosz gondolatok támadnak. Föl kellene neki menni Armageddonban harcolni, de ő itt is, Izraelbe is úgy megy, hogy raboljon, hogy zsákmányt szerezzen. Tehát neki még mindig ezen jár az esze, és akkor rászól Séba dédán és társins kalmárai, hogy tudjuk ám, hogy minek jöttél ide, és akkor eljössz a helyedről, messze északról, te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság, hatalmas sereg, az utolsó időben lészen ez, ugye ezt már megneveztük, ezek az utolsó idők hatodik trombateszó csapásainál történő háború, amikor Góg fölmegy az antikrisztus időben, ebben a 42 hónapban, és lészen azon a napon, amely napon Góg eljő Izrael földje ellen, azt mondja az Úr, felszáll haragom óromba, tehát a harag idején, Isten haragjával kell találkozni neki Armageddonban. 43 hónapig tart a nagy nyomorúság. 42 hónapig tart a haragnapja. A harag elől elragadtatik az eklézsia. Ez azt jelenti, hogy 30 napig az eklézsiának a nagy nyomorúságban benne kell lenni. És a Biblia ezt meg is írja, hogy a nagy nyomorúságból ragadtatunk el. Nagy nyomorúságból, de a harag elől. Hogy ezt a haragot és a nagy nyomorúságot nem szabad összetéveszteni, mert akkor az ember nem tud igazodni a proféciában. És akkor beviszlek Izrael hegyeire, és kiütöm kézívedet bal kezedből, és nyilaidat jobb kezedből kiejtem. Tehát az íj és nyíl használatának még a kezeket is úgy oszta ki, hogy bal kézben az íj, jobb kézben a nyílvesző. Tehát itt ilyen fegyverekkel harcolnak. Itt az Einsteini idézet szerint visszalépett az ember egy olyan korszakba, amely hát nem éppen kőkorszaki, de nagyon régi harcmodort, mint egy 2000 évvel ezelőtti harcmodort találunk itt ebben a történetben. És Izrael hegyein esel el te és minden sereged, és a népek, mely veled lesznek, a ragadozó madaraknak, minden szárnyas állatnak, és a mezei vadaknak adtalak eledelül, a mező színén esel el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr. És bocsájtok tüzet Mágogra, és azokra, akik a szigeten bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Miközben Armageddonban elkezdődik a háború, Isten nagy tüzet bocsájt a mágógi területre, és azokra, akik a szigeten laknak. Tehát látjuk, a földközi tenger szigeteit nevezi a Biblia szigeteknek, és a mágógi területet, tehát oda nagyon nagy tűz érkezik, amelyről így olvashatunk a Jelenések könyve 18. fejezetben, Babilonról írja ezt a tűzcsapást,
hogy ennek okáért egy nap jönnek rá az ő csapásai, halál, gyász és az éhség. És tűzzel égettetik meg, mert ölős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt, és siratják őt, és jajgatnak az ő rajta föld karmárai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, nagy távol állva a kínjától való félelem miatt mondván, jaj, jaj, te nagyváros Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. Itt Isten az ítéletet kiterjeszti mindazokra, az Isten ellenes harcosokra és ideológiát gyakorlókra, és itt ugye Babilonról, amely Róma személyesíti meg a babiloni fogalmat. Oda érkezik csapás a szigetekre, illetve a mágógi térségekre, és azok szenvedik el. Zakariás prófétánál olvashatunk erről a tűzcsapásról, hogy hogyan is néz ki ez a tűzcsapás. Azt mondja Zakariás próféta, hogy és ez lesz a csapás, amellyel megcsapkod az Úr minden népet, amelyek Jeruzsálem ellen gyülekeznek. Megsenyved a húsuk, és pedig még lábaikon állnak. Szemeik is megsenyvednek gödreikben, nyelvük is megsenyved szájukban. És akkor végén olyan csapás lesz a lovakon, összvéreken, tevéken, szamarokon és mindenféle barmokon, amelyek a táborban lesznek, amilyen ez a csapás. Vagyis Isten egy olyan tűzcsapást zúdít, hogy mielőtt még elesne az ember, már kiszárad, ugye megsenyved, kiszárad, kieped, szeme, nyelve, mindene. Tehát egy rendkívül pusztító, erejű tűzcsapás érkezik erre a két térségre, amit látunk itt, a mágógiak területére és a szigetekre. De Jeruzsálemre is ugyanilyen tűzcsapás érkezik. Ott Ézsaiás könyvében olvashatunk a 29. fejezetről. Azt mondja, jaj Árielnek, Árielnek, a városnak, ahol Dávid lakott, Jeruzsálemről van szó. Jeruzsálemnek az ősi neve Áriel. Esztendőt, esztendőt az adjatok, forogjanak az ünnepek, ugye itt az utolsó időre akar utalni. És azt mondja, körülveszlek táborral, bezárlak tornyokkal, erősségeket állatok ellened. Megalasztatvan földből szól, és sporból morog beszéded, szabad olyan lesz, mint a halott idézőjé. Földből, porból sipog beszéded, ellenségeid, sokasság olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva, az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen. Hamar és hirtelen. Seregek urától látogattatik meg mennydörgéssel, földindulással, nagy zúgással, forgószéllel, viharral és egész emésztő tűzilánggal. Továbbra is láthatjuk azt a rendkívüli hatalmas isteni erőt, amely az Isten haragjából fakad, és Jeruzsálemet így zárja körbe, és ilyen pusztítással látogatja meg az Úristen. Mi a baj? Mi a baj Jeruzsálemmel? Hát először is. Az Úr Jézus Krisztust visszautasító emberek maradnak. A Jézus Krisztust elfogadók mennek. És Isten népe, Izrael, aki képviselőjének kellene lenni, legelsősorban álló fő képviselőjének kellene lenni, az Isten beszédének hordozójának kellene lenni, az visszautasítja az Úr Jézus Krisztust. Persze vannak messiás hívő zsidók, tehát minden nemzet között vannak Krisztusban hívők. De maga a nemzet, az benne marad ebbe a harag idejében, mert az Antikrisztus befogadja, mint hamis messiást. És akkor éri a büntetés őt is ebben az esetben. Azt mondja, előhívom ellene minden hegyen felül a fegyvert, ezt mondja az Úristen, ezt már Gógnak mondja. Tehát itt megint Gógnak mondja, hogy előhívom ellene minden hegyen felül a fegyvert, ezt mondja az Úristen, egyik fegyvere a másik ellenen lészen. Vagyis a négy király, akik fölsereglenek Armageddonba, Isten ellen való harcra, látjuk, hogy Gógnak a szívében még mindig a rablás van, minden esetre a négy király elkezd egymás ellen harcolni. Isten egymás elleni harcra fogja őket
fölgerjeszteni. És a háborúban elesnek, meghalnak az emberek, egymást ölik meg, a dögövő állatok és madarak pedig megeszik azoknak a húsát. De Jézus Krisztus jön vissza lezárni ezt a háborút. Ennek a háborúnak a lezárását tekintjük most meg, amelyet így olvashatunk. Hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondják, e világnak országa, ami urunkai, és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké él és uralkodik. Vagyis kijelenti Isten igéje, hogy mikor Jézus Krisztus visszajön, már az armageddoni ütközetben az emberek elhullanak, az egész föld a csapások alatt előkészítetik arra, hogy Jézus Krisztus 1000 éves uralkodása elkezdődhessen, és itt kijelenti, hogy e világnak országai a Jézus Krisztusai lettek. És akkor hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat a kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Tehát itt a hetedik csapásnál Jézus Krisztus már visszaérkezik befejezni, de még az ő visszaérkezésével együtt még mindig azt olvashatjuk, az utolsó sorban olvasható gondolat, hogy és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás és nagy jégeső. Tehát még ebben a csapásban is, vagyis ebben a Jézus Krisztus megérkezésében is olvashatunk nagy csapásokról. Ennek a haragpohár vetülete pedig így szól, hogy a hetedik angyal is kitölti a poharát a levegő égre, és nagy szózat jön ki a templomból, a királyi széktől, amely ezt mondja, meglett. Tehát Jézus Krisztus uralkodását a kezéhez vette, meglett. Elvégeztetett Istennek a titka. És lőnek zendülések, mennydörgések, földindulások, nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek vannak a földön. Tehát még mindig ott tartunk, hogy ahogy a csapások jönnek, a föld mozog. Minden csapásnál 3,5 éven keresztül az egész földet megrázó csapás sorozat van. És ez a földet megrázó csapás sorozat minden szigetet eltüntet, minden hegyet eltüntet. Nincs esi a földön. A vizeket is eltünteti a földről. Ezt még majd mondja Isten igéje, látni fogjuk különösen a következő anyagban. És minden hegy, itt ismét olvasható ebben az utolsó gondolatban, hogy és minden sziget elmúlik, és hegyek többé nem találtatának. Amikor Jézus Krisztus először megjött, akkor azt olvastuk, hogy minden hegy és minden sziget elmozdítaték. Itt meg azt olvassuk, hogy már elmúltak a szigetek, már a hegyek nem is találhatóak. Itt már kész vége. Itt már olyan a föld, amilyet Isten az 1000 éves királyságban akar látni. És nagy jégeső, mint egy talentum száll alá az égből, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása nagyon nagy. Tehát még mindig nem a megtérés, nincs megtérés, nincs kegyelem. Tehát nem lehet ebben az időszakban megtérni. És akkor olvashattuk a jelenések 10. fejezetben, hogy a hetedik angyal trombitájának szavában, a hetedik trombita szónál végeztetik el Istennek a titka. Istennek titok cselekedete a Jézus Krisztusban a Golgota, amely kiterjed az ember és a föld megváltására. Tehát a golgotai megváltás nem csak az ember megváltásáról szól, ez nagyon fontos, a föld megváltásáról is. A megváltás az pedig helyreállítást is jelent. Tehát az ember helyreállítása, amilyen volt az Édenben, első teremtési pillanatában, olyanná állítódik helyre a Jézus Krisztus golgotai váltságművével, de a föld is. A földet, ha helyreállítja Isten, akkor pedig olyanná fogja állítani, mint amilyen az özönvíz előtt volt. Tehát az özönvíz előtti állapotot hozza létre, és ehhez ezeket a csapásokat használja föl, ahol láttuk, hogy állandóan rázza a földet. Állandóan tűz alatt tartja a földet,
hogy a tüzek a vizeket emeljék fel a magasba, mert valaha az özönvíz előtt a vizek fönt voltak, és a föld mélyébe, ez csak úgy lehet, hogy egy magasabb légköri nyomás uralkodott a földön. Márpedig most a tűz feszültséggel telíti meg a földet, a vizeket fölküldi, és az atmoszférikus nyomást emeli. Ez azt jelenti, hogy a vizek a föld belsejébe is bepréselődnek, és a felső rétegbe is fönn gyülekeznek felhő formájában. Tehát a föld megváltására is kiterjed, ugye Efézus 3. fejezetet olvassuk 1.12. versében, és a titoknak a második gondolata, hogy a pogányok, örökös társak és részesei az ígéretnek Jézus Krisztusban. Illetve az 1 Timóteus 3.16-ban még, hogy Jézus Krisztus testben megjelent Isten. Jelenések 10.7-ben mindez világossá válik, hogy úgy, ahogy Isten eltervezte, ebben a golgotai munkában mindez benne foglaltatik, de a 7. trombita szónál pedig elvégeztetik. Ezért mondta ott, hogy meglett. Folytassuk Ezékiel 38 fejezetét. Azt mondja, bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izrael földjén, és előhívom ellene minden hegyen felől fegyvert, egyiknek fegyvere a másik ellen lészen, s törvénykezem vele, dök halállal, vérrel, ömlő zápor esőt, jégeső köveit, tüzet, kénkövet, mint esőt, bocsájtok rá is seregére, és a sok népre, amely vele van. És akkor Ésaiás proféta azt írja, hogy ímé az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit, megüresítvén megüresítetik a föld, elpusztítván elpusztítatik. Tehát itt az embert letakarítja a földről az Úristen. Azt az embert, aki a földet háborgatja és rontja. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. És ezt jegyezzük meg, mert ez majd az 1000 éves királyságot, amely ezután az előadás után következik, ebben fontos tétel lesz, hogy egy kevés ember marad meg csak az 1000 éves királyságban. És akkor a földről pedig azt írja, hogy inogva meginog a föld, mint a részeg, és megleódul, mint a kaliba. Ilyen föld megingást rögtön el tudunk képzelni, ha egy extrém pályán mozgó bolygó beérkezik a naprendszerbe, az gravitációsan igencsak megmozgatja a bolygókat, a benne levő naprendszerben levő bolygókat. De az özönvíz után, mikor lezúdultak a vizek és fölfakadtak a vizek, a Földön egy új egyensúlyi állapotnak kellett beállni. A vizek új hegyeket és magaslatokat, szigeteket emeltek ki. Most, ha a vizeket ebből az jelenlegi egyensúlyi állapotból, a tenger-óceánokból kiemeljük a vizet, felborul az egyensúly, megbillen a Föld. Egyrészt gravitációsan, azért, mert külső zavaró tényező érkezik be a naprendszerbe, másrészt pedig fölborul az egyensúly, és megleódul, mint a kaliba. Ugye ez a kaliba, ez a kis tákolmány, fakunyhószerű, mikor a szél mozgatja, és a Föld is ilyen mozgást végez. És ami érdekes, majd később látni fogjuk, a törvényszerűséget, ami leír Isten igéje, abból az következik, hogy a Föld ismét egyenes tengelyű lesz, nem lesz ferde tengelyű a Föld. Mert a Földnek a forgását úgy írja le Isten, hogy a Földnek köldökén mindig éjszaka tűzfal veszi körül az éjszakai. És csak úgy lehetséges, de ezt látni fogjuk majd később, hogyha a Föld egyenes tengelyű. És itt a zsidók az írott levél mondja, hogy még egyszer megrázom a Földet, nem csak a Földet, hanem az eget is. Hogy a csapások a Földet átalakítják, és Ézsaiás 65. fejezetében azt olvashatjuk, hogy Isten új eget és új Földet teremt. Ez nem az utolsó ítélet utáni
Jelenések 21-ben olvasható új ég és új föld, mert itt nem az van írva. Itt azt mondja, hogy mert íme új egeket és új földet teremtek, Isten cselekszik, és ebben az új melléknév, ugye a hadás héber szóban, hogyha Isten aktív cselekvőként jelen van, akkor hadás igévé válik, és ami azt jelenti, hogy helyreállít, megújít, visszarendezi olyanná, mint volt. Vagyis az van odaírva, hogy Isten visszarendezi a földet és az eget olyanná, mint volt. Tehát a föld olyan lesz, mint az özönvíz előtt volt, és a föld fölött levő ég is olyan lesz. Márpedig az özönvíz előtti égről azt írja a Biblia is, hogy kristálytenger, vagy üvegtenger, a zsidó irodalom is azt írja, Josephus Flavius is azt írja, hogy szilárd, burok volt a föld körül, Jobb könyve is azt írja, hogy szilárd, mint az acéltükör. Látni fogjuk az igéket mindjárt. Két próféta tevékenysége, bezárják az eget, hogy a profétálásoknak idejében ne legyen eső, tehát ebben 1260 napban nincs eső, de tűz az van. Emiatt fönt a vizek gyülekeznek a magasba felhő formájában. De ez a felhő formátum egyre zártabb alakzat lesz, ezt majd mindig szemléltetem, ez a szaggatott vonal mindig zártabb lesz. És akkor a sok földrengés, amelyeket eddig soroltam, azok itt láthatók, hogy nagy földindulás, amilyen nem volt, és hegyek elmúlnak, és nagy jégeső, mint egy talentum. Tehát ezek mind a földet átalakító csapások, amelyek itt láthatók, az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, nagy földindulás, tehát végig erről olvashatunk. Tehát amikor Isten megrázza ezt a földet, akkor minden, ami nehéz fajsúlya, az benyeli a föld. És minden, ami könnyű fajsúlyú marad fönt. Azt mondja továbbá Zakariás 14, hogy mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amiként harcolt volt ama napon, a harcnak napján, és azon a napon az olajfák hegyére veti a lábait, Jézus Krisztus, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felül, és olajfák hegye középen ketté válik, kelet és nyugat felé, igen nagy völgy keletkezik a kettő között. Jeruzsálemben is van átalakulás, a földközi tenger és a hold tenger összenyílik. Ezékel 47.1.12-ben olvashatunk erről, és a nagy tenger, a földközi tenger halai nyüzsögnek a holtengerben. Majd 16. fejezet jelenések könyvében nagy jégeső, mint egy talentum száll alá az égből az emberekre. Hogyha megnézzük újból a felhő alakzatot, egyre zártabb, és amikor ez a felhő alakzat teljesen bezár, elválasztja a földi atmoszférát, tehát amikor zárt lesz a rendszer. A zárt és feszített rendszerek törvény, termodinamikai törvényszerűség, és ez a zárt burok azonnal elválasztja a földnek a légterét a kozmosztól, amely kozmosz nagyon hideg. Extrém hideg. És a víznek van egy olyan tulajdonsága, hogy extrém körülmények között, extrém hidegben, a víz olyan hevesen forr, hogy megfagy. Ez így működik. Tehát a víz ilyen extrém körülmények között olyan hevesen forr, hogy megfagy. Nincs légköri nyomás. Ugye a forráspont azonnal a telítettségi állapotoknak megfelelően megváltozik. Abban a pillanatban, egy pillanat, egyébként ezeket a aláhűtött folyadékrendszereket vizsgáltuk is mi laboratóriumban, foglalkoztunk ezekkel a dolgokkal, és láttuk azt, hogy vagy a túltelített folyadékokat is, hogy ha nyugalmi állapotban volt, akkor a halmaz állapota nem változott. De ha hozzáértünk, csak egy icipicit megmozdítottuk,
az üveglombikot, vagy amiben végeztük a kísérletet, abban a pillanatban megdermedt. Egy pillanat alatt ilyen robbanásszerű megdermedés volt. Itt is egy pillanat alatt az egész jéggé formálódik, de mivel ezek a felhő rétegek nem simák, éppen ezért jég kihullás van, jégtömb kihullás van a rendszerből, ezért olvashatjuk azt, hogy mint egy talentum száll alá az égből ennél az utolsó csapásnál. Jézus Krisztus második visszajövetele a mennyegző vége, ugye, és akkor erről azt olvassuk, íme egy fehér ló, és aki azon ül, vala hivatik hívnek, igaznak, igazságosan ítél és hadakozik. Itt azonosítja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus jön vissza, vérelhintett ruhába való öltözve, neve Isten igényének neveztetik, mennyei seregek követik őt, fehér lovokon, tiszta és fehér gyorsba öltözve. Ezután Jézus Krisztussal az edomi ütközetben találkozunk már. Ugye azt már említettem, hogy az Edomban található Bocra az ősi neve Petrának, annak a rózsaszínű városnak, amely ember élet átmenekítésére alkalmas, és Jézus Krisztus oda megy. Tehát, hogy mit keres ott Jézus Krisztus, azt megértjük, hogyha ehhez még a Jelenések könyve 12. fejezetet is behozzuk, hogy a 144 ezer ott van elrejtve, az ők védelmükre megy azért, mert a Jelenések 12 azt írja, hogy elragadtatik az asszony két nagy szakszárnyadatik néki, hogy kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott itt ideig, időkig, az időnek feléig, tehát 3,5 évig, 42 hónapig, és vizet bocsájt az asszony után, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül jön a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsájtott. Tehát oda van elrejtve az asszony Petrába, Jézus Krisztus oda érkezik meg azért, hogy kihozza, vagy megvédje. És azt olvastuk, hogy a föld segítségül lett az asszonynak, tehát Edom földje, tehát a föld megnyitja az ő száját és elnyeli. Most ez az időszak, amikor a föld remeg, a föld állandóan mozog, és elnyeli azokat, akik üldözik, vagy ki akarják, tehát el akarják pusztítani a 144 ezret. És Jézus azt mondja, hogy miért veres öltözeted és ruháid, mint a bornyomó ruhái? És mondja, hogy a sajtót egyedül tapostam a népek között, nem volt velem senki, és megtapostam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így frecsent vérük ruhámba, és egész öltözetemet bekevertem, mert bosszúállás napja volt szívemben, és a megváltottaim esztendeje pedig eljött. Tehát Bocrában Jézus Krisztus egy csatát vív azok ellen, akik el akarják ragadni. És ez már a szüret aratás és a szüret leírásával is, ez az armageddoni probléma, olvasható Jelenések 14-ben, hogy bocsájta azért az angyal az ő sarlóját a földre, és a föld szőlőit megszedély, és veté az Isten haragja nagy borsajtójába, és megtapossák a borsajtót a városon kívül, és vérjöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamatnyira. Ez a armageddoni térségben levő háború, amely kézitusás háború, mint egy borsajtóvá válik, és az 1600 futamatnyi távolság, az 296 kilométer Dántól Bersabáig. Tehát az Észak-Izrael, a Déli-Izraelig tartó terület, vagyis az egész Izrael területén véres csata, és a lovak zablájáig érő vérfolyam olvasható. És folytatásképpen is, hogy Jézus Krisztus jelensége, és az ő szájából éles kard jő ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesztővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
És akkor Joel könyvében olvashatunk erről az ítéletvölgyében történő eseményről, tömegek az ítéletvölgyében, mert közel van az Úrnak napja az ítéletvölgyében. A nap és a hold elsötétetnek, a csillagok bevonják fényüket. Mikor pedig eljön az embernek fia, ez már a Máté 24-ben, 25-ben olvasható, ez a Jézus Krisztus második visszajövetele, hogy mikor pedig eljön az embernek fia, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek minden népek. Armageddon, ez az izraeli terület, nem más, mint Jézus Krisztus ítélő széke elé való begyűjtés. Tulajdonképpen ez a Jósafát völgye, ez az ítélet völgye. Jósafát azt jelenti, Isten ítél. Az ítélet völgyében, az a tömegek az ítélet völgyében, mint az ő dicsőségének királyi széke elé való gyűjtetés a népeknek, ahol egyrészt befejezi, lezárja a háborút, és megítéli a hadokozó népeket. Úgy választja el őket, mint a pásztor a kecskéket a bárányoktól, és a szétválasztás kritériuma pedig az irgalmassági cselekedetek. Az alapján mondja, hogy kecskék vagy bárányok. Ekkor megfogaték a fenevad és ővele a hamis próféta, aki a csodákat tette előtte, ők ketten elevenen a kékkővel lévő tüzes tóba vettetnek. Tehát az armageddoni háború befejezése idején megfogaték a hamis próféta és a fenevad és ők, ugye ez az ítéletük, hogy azonnal a végső ítélet helyére mennek. A többiek pedig megöletének a lovonülőnek kardjával, amely az ő szájából jött ki, és a madarak megelégednek azoknak húsával. Ugyanezt olvassuk, mint Ezékiel próféta könyvében. És akkor a szétválasztás után a bárányoknak azt mondja, hogy ekkor ezt mondja a király jobb keze felül állóknak, gyertek én atyámnak állottak, örököljétek ezt az országot, hogy ez az ezer éves királyságra vonatkozik, mert itt ugye ez a Baszília kifejezés, ez a Krisztus ezer éves országára, királyságára vonatkozó kifejezés, azt mondja, örököljétek ezt az országot, amely nektek készítetett, mert innentől kezdve kezdődik az ő királysága, az ezer éves királyság. És akkor szól a kecskéknek is, hogy ti átkozottak, távozzatok az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Tehát Armageddonban a hadakozó népek közül azok, akik az irgalmassági cselekedeteket nem cselekedték, azokat azonnal a kárhozat helyére. Tehát végső formában ez az egész armageddoni jelenség olyan, amely Jézus Krisztus dicsőségének királyi szék előtt történő eseménysorozat, és itt a népek úgy ítéltetnek meg, és úgy buknak el, és úgy lesznek nyertesei az ezer éves királyságnak, ahogy az irgalmassági cselekedetekben cselekszenek, hiszen ebben az ítéletben senkit sem ítélnek el gyilkosságért. Oda lettek fölcsalva hadakozni. Nem ez az ítélet megalapja, hogy hány katonát ölté meg, hanem az alapvető irgalmassági tétel, hogy hogyan viselkedtél a legkisebbekkel az én atyám fiai közül. Nyilván arról van szó, hogy Izraelben hadakozni jöttél föl, de hogy viselkedtél Izraellel szembe? Milyen irgalmas voltál Izraellel szemben? És akkor elkövetkezik az az időszak, amikor megfogják a sátánt is, és megkötözik, egészen pontosan Jézus Krisztus megkötözi őt, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, majd utána el kell neki oldatni egy kevés időre. És akkor boldog, aki várja az 1335 napot, láthatjuk, hogy itt az 1290 nap még 30 és 45 nappal megtolódik, mert akkor jön el a boldogság, amikor ez az időszak is letelik, mert ott kezdődik az ezer éves királyság. Addig ugyanis ebben a 45 napban
el kell takarítani a hullákat a földről, és ez a hullatakarítás nem más, mint a Nagyistennek vacsorájaként megnevezett esemény, amikor minden dögevő állat föl van hívva Isten által, hogy egyék ezeket a elesett hulláknak a tetemeit. Gógnak is ezt így kellett hallani, hogy Izrael hegyein esel el minden sereged, és a népek, melyek velek lesznek, ragadozó madalaknak adtalak eledelül, minden szárnyas állatnak, mezei vadnak adtalak eledelül. És itt egy nagyon fontos igeverset kell még elmondani, amelyben Isten igéje azt mondja, hogy nem csak a ragadozó madarak eszik a hullákat, mert ebben az apokaliptikus időszakban kiéheznek az állatok is, szárasság van, és minden zöldelő fű megégett, és azt mondja, hogy mondjad a madaraknak, minden szárnyasnak, minden mezei vadnak, gyűjjetek egybe, és jöjjetek el, seregeljetek egybe mindenfelől az én áldozatomra, mert én nagy áldozatot szerzek nektek Izrael hegyein, egyetek húst, és igyatok vért. Vitézek húsát egyétek, föld fejedelmeinek vérét igyátok. És most következik a lényeg. Kosok, bárányok és bakok, bikák, Básánban hízadtak mindannyian. Egyetek kövérséget jó lakásig, igyatok vért megrészegedésig. Hát itt szelíd állatok vannak felsorolva. A szelíd állatok is húsra fanyalodnak, nem lesz más. Tehát az élet ösztön az rendkívül erős az állatokban is, és ebben az időszakban a szelíd állatok is húst esznek, majd az ezer éves királyságban a ragadozók sem esznek húst, azok is füvet esznek, tehát teljesen megváltozik. És akkor, amit még itt utolsó gondolat, lakjatok jól az én asztalomnál, lovakból és paripákból. Hogyha ezeket a lovakat és paripákat allegorikusan kellene értelmeznünk, akkor nem lehetne azt mondani az állatoknak, hogy egyétek meg. Mert tankokat, meg különböző vasból készült harci járműveket nem fogja megetetni senki sem. Tehát itt teljesen világos, hogy az armageddoni háború az egy több ezer évre visszavetített harc nemeket tartalmazó és fegyverzetet tartalmazó háborúról van szó. És akkor itt egy összehasonlítás utolsó gondolatként, most már befejezésül, hogy itt végig azt olvastuk, hogy Gók háborúja az utolsó időben van. De van egy Gók háborújája az ezer év végén is. Ezek szerint két Gók háborúja van? Van, aki csak egyről tud, de Isten igéje tud két Gók háborújáról. Nézzük csak meg. Az apokalipszis alatt és az ezer év végén micsoda különbségek vannak a két háború között? Ugye Izrael helyreállításáról beszél Ezékiel 37, a Jelenések 20 pedig az utolsó ítélet környezetéről. Itt messze északról jön elő Gók, ezer éven végén pedig a négy égtájról jön elő Gók serege. Apokalipszis alatt Jézus hadakozik a fenevad és Gók ellen az utolsó időben. Ezer év végén nem Jézus hadakozik, hanem Isten. Itt egymást ölik a seregek, valamint Jézus és a csapások. Itt csak Isten hadakozik ellenük az ezer év végén. Apokalipszis végén dögevő madarak jönnek és temetgetik a halottakat. Ezer év végén pedig tűzemészti meg Gók seregét. Senkit sem temetgetnek. Megy mindenki a krematóriumba. Itt megöletik a fenevad és a hamis proféta, Sátánt megkötözik. Ezer év végén itt már nincs fenevad, csak az eloldozott Sátán. Ezután megkötözik Sátánt ezer évre, ugye az apokalipszis alatt. Ezer év végén pedig Sátánt a tűz tovább vetik, és következik az utolsó ítélet. Tehát rendkívül nagy a különbség a két Gók-féle háború között. Tehát Isten igéje két Gók háborújáról tud. Ezt szerettem volna szemléltetni. És akkor elérkeztünk a
befejezésig kis szünetet tartunk, és utána az ezer éves királyságot fogjuk áttekinteni az Úr közel.